tanuljon és változtasson az életén. Éljen végre nyugodtan, Ariadne, a Bölcsek Szakiskolája. Látogass el honlapunkra a www.jeansclub.hu weboldalra, és töltsd le aktuális online kuponunkat. Jeans Club. Dress up your life. Cégünk országos hálózattal támogatja az álláskeresőket és munkaadó cégeket. Ha ön is bízik egy hazai tulajdonú tanácsadó cégben, építse velünk karrierjét vagy munkatársai csapatát. Kedves nézőink, az Éj újra versenyben a rákkal című műsorunkat újra megtekinthetik a DigiTV információs csatornáján az élőadás napját követő szerdán 12 órától, csütörtökön 20 órától, pénteken 12 órától, valamint vasárnap 21 órától, az azt követő héten pedig szerdán 13:30-tól, csütörtökön 20 órától, pénteken 14:30-tól és vasárnap 23:30-től. Ezután ismét élő műsor jön a következő hét keddjén este 8-kor, új témával, új vendégekkel. Az adást figyelemmel kísérhetik az interneten is, a www.digikabel.hu oldalon, a Digi Info csatorna élőadás címszóra kattintva, valamint a www.lpmedia.hu oldalon, ahol vidéki nézőink is figyelemmel követhetik a műsort. Továbbá megnézhetik felvételről a www.rákbetegség.com és a www.daganatok.hu oldalon. A tanácsadó szolgálatot a 061-3-444-007-es számon az adást követően is hívhatják munkaidőben vagy az élőadás alatt. Élőadással április 5-től számítva két hetente keddenként jelentkezünk este 8 órakor. Éljen újra! Sportosat. Híradónk vendége Bujdos Miklós rally versenyző, aki egy kicsit kilóg a sorból, már csak azért is, ha szabad így fogalmaznom, mert ugye te VRC-vel versenyzel mind a mai napig, Egerben is VRC-vel versenyeztél. Hát a tavalyi évben, az idei évben nem tudtunk versenyezni azzal, nem is szándékoztam, mert tavalyi évben nem voltunk valami sikeresek ezzel a VRC típussal. Úgyhogy az évet is a Mitsubishi márkával fejeztük be, és az idén is ezzel kezdtünk el a bajnokságba szerepelni. Akkor VRC, akkor? Még gondolkozunk rajta, hát ha esetleg lesz rá alkalom, de egyelőre marad ez a márka. És milyen volt a OB futam, az első OB futam Egerben? Hát az idei első OB futam kicsit zaklatott volt, mert sokszor megakadt a verseny, és hát voltak fennakadások, technikai problémáink is voltak, úgyhogy ez az első verseny nehezen kezdődött. Hol végeztetek? Hát, mint mondtam, a technikai probléma miatt sajnos az első nap második gyorsaságján a differenciálművünk elromlott, lefogazott, és hát ott összeszedtünk egy másfél perces hátrányt, ezt kellett legyolgoznunk a két nap alatt, és így a dobogóról lecsúsztunk végül is 6 másodperccel, így negyedikek lettünk a kategóriába. Melyik kategóriába pontosan? Ez most az S11-nek hívják, ami ugye tavaly ketté volt szedve, SR3-ra és S4-re. Ki a navigátorod? Tavaly évben a Csonti volt, és az idei évben sajnos nem ért rá az első versenyen, és így Balázs Gergellyel indultunk ezen a versenyen, és ő mondta nekem, hogy erre menjünk a pályán. Akkor Miskolcra Csonti vagy? Hát ez még képlékeny, ugye a Gergőnek még nincs elég tapasztalata, és itt az éjszakai verseny bele fog nyúlni az éjszakába egyébként Miskolc, és itt majd eldöntjük, hogy most
ki gondolja úgy, hogy tudja teljesíteni hatékonyabban az éjszakai menetet. Nem volt veszélyes egy ilyen úgymond pályakezdő navigátorral? Nem mondanám, hogy pályakezdő, mert már mentünk együtt egy versenyelső, mert korábban navigált más tapasztalt versenyzőknek, de megtaláltuk az összhangot, és hát egész jól kijöttünk, és nagyon jól végezte a feladatát. És akkor most ebben a kategóriában fogsz akkor most ebben az évben versenyezni, vagy? Igen, igen, ezt az évet ebben az S11-ben, ami a régi ásautók és a VRC-knek a kategóriája. Tavaly? Hol fejezted be az versenyzést? Tavaly bajnokok lettünk a kategóriában, egy kis szerencsével. Ugye az elején volt egy-két hibánk. Melyik kategória volt? Ez az S4. S4 volt. És ez most S11-ben versenyzel. Most S11, most összevonták a két kategóriát. Aha. Tehát akkor magyarul itt te vagy a bajnok, mert most összevonták, azt mondod. Igen, igen, igen. Tehát nekünk neked, kell megvédeni most. Én ezt akartam pontosan kihozni, akkor neked kell megvédeni a címet. Igen. Hát sikerült is az idén címvédő. Azért egy gyorsaságikat nyernünk. Egy 3-4 gyorsaságit megnyertünk, miután elhárult a technikai probléma, de hát az kevés volt ahhoz, hogy a másfél perc átlent ledolgozzuk. De hát olyan sok pontot még nem veszítettél. Hát most nem veszítettünk, csak az, hogy elég rövid ez a bajnokság, ugye 7 versenyből áll, és nem szabad hagyni, hogy versenyt kihagyjon az ember és minuszoljon, mert az nagyon nagy veszteség. Sajnos a... Biztos, hogy 7 verseny lesz, nem 6? Hát ez még képlékeny, tehát valaki azt mert mondja, hogy 6... Mert még ez is előfordult, hogy csak 6 hát lesz. Hát akkor meg aztán főleg. És ugye most már csak 5 van akkor hátra. Hát akkor meg már csak 5, igen, úgyhogy... Nem lehet hibázni. Nem, nem. Technika ilyenkor hol van, merre van? Műhelyben. Technika ilyenkor műhelyben van, szétszedik apró darabokra az autót, és ellenőrzik az alkatrészeket, felülvizsgálják, kicserélik, amit kell, felkészítik a Miskolc Rallyra. Te mikor mész le hozzá meglátogatni, meglátogatni az autót? Szerintem én a héten meglátogatom, megnézem, hogy mi a betegsége szegénynek, és hogy megpróbálunk a szerelőkkel egy olyan beállításokat alkalmazni, amik Miskolcra jók lesznek, és a teszten is ezt megnézni, hogy jól működik. Ugye filmekben azt látjuk, mondom filmekben, hogy a pilóta és az autó között úgymond érzelmi kapcsolat kialakul. Valóságban kialakulhat egy versenyző és egy autója között? Szerintem abszolút. Hát akinek nem alakul ki ilyen kapcsolat, az lehet, hogy nem is jó versenyző, én úgy gondolom. Mindenféleképpen. Mi például meg szoktuk egy kicsit paskolni, meg simogatni, ugye, hogyha végigmegy. Hát az, annak még nem, de minél annak nincs itt az ideje, még ahhoz mi csak most ismerkedünk, de mindenféleképpen kedveskedünk egymással. Hosszú távon tervezel vele, vagy terveztek vele? Hát úgy néz ki, hogy ez egész évben vele fogunk menni. És ez nagy dolog, hogyha egy típus autóval egész évben tudtok versenyezni? Nem is az egész típusra gondolok, hanem magával ezzel az autóval ezzel szeretnénk autóval. Egész évben. Úgy gondolom, hogy... Ne törd össze akkor. Igen. Hát Miskolcot megúsztuk karcolások nélkül, tehát nem történt az autóval semmi probléma. Már most Egerbe. Vagy Egerbe. Mert Miskolcra mentek. Hát nem, előre vetítettem Miskolcot. Helyes. És hát vigyázunk rá. Akkor most ismerkedtek még igazából akkor az autóval. Igen, igen. Hát ez az első verseny, amit mentünk vele. Ez a tavalyi bajnok autó egyébként, ezzel Matics Misi nyerte meg a másik kategóriát, ugyanezt, meg az abszolút S csoportot. Úgyhogy úgy gondolom elég gyors, a futóművön még van mit fejlesztenünk. A motor erről akkor elméletileg akkor jó az autó, nem? Jó, mondom, a fék és a futóművet még be kell hangolni, mert itt Egerben elég rossz minőségű pályák voltak, és kicsit keményebbre állítottuk az autót, és a hátsó futóművet, és nagyon csúszkált a hátulja. Az a hír járja, hogy Egerben nagyon sokat kellett várakozni, nem igazából volt kerek a verseny. Igen, igaz? Hát például te személyesen, hogy élted meg? Én úgy gondolom, nagyon sok autó volt ugye Egerben. Lehet, hogy meglepte a rendezőket, hogy ennyien jöttek? Hát számítottak ők rá azért erre szerintem, csak a csúszások nincsenek belekalkulálva, és hát olyan külső problémák is adódtak, hogy az egyik néző aztán fölgyújtotta a tarlót, egy gyorsaságit azért kellett kivenni, a másik gyorsasági pedig annyira az éjszakába nyúlt, és senki nem készült éjszakai gyorsra, plusz a nézők elég